Különleges rajzpályázatot indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Szerencsejáték ZRT-vel Debrecenben, a Rézkarctól a Temperáig. A szerencsejáték függőség veszélyeire hívják fel a figyelmet, stábunk a diátadón járt. Ismerjék meg a két korosztály győzteseit. A pályázat célja az volt, hogy a képzőművészet eszközeivel a induló fiatalok megpróbálják ezt a problémakört körüljárni, azaz vagy olyan műveket készítsenek, amelyek felhívják a figyelmet a szerencsejáték függőség veszélyeire, vagy olyan műveket, amelyek alternatívát nyújtanak a szerencsejáték függőséggel szemben, gondolok itt a közösségi együttlétre, közösségi játékokra, családi kirándulásokra, stb. Közel 70 pályamű érkezett. A 16 év alatti kategória győztese egy kétarcú férfi portréjával diadalmaskodott. Szeretem volna elmondani az embereknek, hogy a függőség nem jó, és hogy sokkal több dolgot meg lehet csinálni, sokkal jobb dolgokat. Az idősebb korosztály első helyét a velejáró 25 ezer forintos pénzjutalommal együtt Beke Zita érdemelte ki különleges szitanyomásával. Csak úgy asszociáltam, hogy ugye szerencsejáték, akkor egyből szemültött a kártyáról pedig egyből az Alice csoda országban, ami régi nagy kedvencem. Hihetetlenül nagy örömmel tölt el, hogy sikerült egy gondolatot úgy megformálnom, hogy az a befogadó számára is érthető legyen.